A vörös szél birodalmát egy folyó választotta el az emberek világától. És aki egyszer ide került, többet nem mehetett vissza. Vasárnap délelőtt nagy sikerű gyermekelőadást láthattak az igézőbe érkezők Kodzsugu Killa a boszorkány címmel. Danny Bain, amerikai művész még 2017-ben készítette a darabot, azóta pedig több díjat is elnyert az alakításáért. Nagy előszeretettel hívjuk hozzánk minden évben többször is. Ez jó szórakozási lehetőség a gyermekeknek és a felnőtteknek is, hisz különleges és saját készítésű hangszereket használ, és a mesék, amiket ő előad, nem a szokványos, a magyar fül által megszokott mesék. Nagyon szeretjük őt, és nagy előszeretettel hívjuk, és már szinte kialakult egy réteg közönsége, aki mindig eljön és meghallgatja. A történetet Sándor Anna írta afrikai népmesei stílusban, amit hangszereivel és remek játékával tett tökéletessé az amerikai előadó. A darab egy Kodzsugu Killa nevű gonosz boszorkányról szól, aki elrabolja a napot és a holdat, két gyermek segítségével azonban sikerül visszahozni az embereknek. Én szerintem ez egy nagyon érdekes előadás, mert minden jelenet nagyon izgalmas, mert kb. Minden jelenet egy új hangszer szerepel, amit a közönség nem nagyon látta eddig, mert sok a házi készített hangszer, meg afrikai és a brazil hangszer van az előadásban, ami nagyon érdekesek. Az igézőben minden vasárnap láthatnak gyerekelőadásokat a színház kedvelő családok. November 12-én Zsiga Edvard gyermekbűvész műsorát láthatják az érdeklődők, de az év többi részében is színes programokkal várják a hét utolsó napján a gyerekeket és szüleiket.